Ahogy a labda, szögletzászló vagy éppen a kapu, a játékvezető is elengedhetetlen szereplője egy hivatalos labdarúgó mérkőzésnek. A játékvezetés az elmúlt évtizedekben igazi szakmává nőtte ki magát, komoly hivatás lett belőle nagyszerű lehetőségekkel, a legjobbak az egész világot beutazhatják. Hazánkban, ebben az esztendőben is valamennyi megyében, így Fejérben is várják a labdarúgást szerető, a játékvezetés iránt érdeklődők jelentkezését. Ebben az évben is lesz játékvezető képzés, ennek az oka, hogy kevés a játékvezető. Minden évben tartunk tanfolyamot, sőt volt olyan év, amikor kettőt is tartottunk. Ebben az évben a vírus helyzet miatt online képzés lesz. A hallgatók bejelentkeznek egy közösségi felületre, ahol megkapják élő egyenes adásban a képzést, és egy interaktív lesz maga a képzés. A gyakorlati oldalát meg majd később meglátjuk, hogy milyen lehetőségeink lesznek. Jelentkezni pedig a Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér megyei igazgatóságának honlapján, vagy a játékvezetőleszek.hu oldalon lehet január 20-áig. Persze, sokakban felmerülhet a kérdés, hogy miért lesz, vagy miért legyen valakiből játékvezető. A világ egyik legjobb holland játékvezetője nyilatkozott, és ugyanezt mondta, hogy korábban hagyta a játékot, a labdarúgást valamilyen oknál fogva, és rendszeresen kijárt mérkőzésekre, és mindig a játékvezetőket bírálta, és az édesanyja mondta, hogy hát ha így tudod bírálni, akkor próbáld meg, nézd meg milyen a másik oldalról. És most ő a világ egyik legjobb játékvezetője, mert kívülről könnyű kritizálni, csinálni teljesen más. Tehát ez is egy szakma, ugyanolyan szakma, mint az asztalos, vagy a köműves, vagy egy orvos, tehát nyilván itt más a tanfolyam, illetve a képzésnek a hossza menete, de ugyanúgy jövedelmet lehet vele szerezni, és a legjobbak nyilván eljutnak akár a világ elitbe is, tehát erre volt példa, tehát Kassai Viktor annak idején Fejér megyébe kezdte a játékvezetést, és hát ő volt a 2011-ben a világ legjobb játékvezetője. Az elmúlt évben 36-an végezték el a tanfolyamot Fejér megyében, és bár tavasszal a koronavírusos helyzet miatt leálltak a bajnokságok, az össze több mint 20-an kezdték el játékvezetői pályafutásukat. A statisztika szerint tehát a végzettek nagyjából kétharmada a sikeres vizsgát követően kipróbálja magát a gyepen. A mostani tanfolyam január 23-án indul, ezúttal tehát online. A képzést követően a tervek szerint március végén már élesben is bizonyíthatnak a friss játékvezetők.